az 1956-os forradalom és szabadságharc, vagy az 1956-os népfelkelés, Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. 64 évvel ezelőtt a Jókai tér volt az 1956-os események fő helyszíne. Így a szemtanúk kérésének elegettéve ide helyeztette az önkormányzat azt a szobrot, amit 2006-ban Pauli Kovics Iván szobrászművész készített. Az alkotás egy molotov koktélt hajító forradalmárt jelenít meg, előtte Nagy Imre miniszterelnököt ábrázoló újság fekszik. Az emlékmű talpazatának következő felirat olvasható, az igaznak emlékezete áldott. Az idei október 23-ai ünnepségek is eltérőek voltak a megszokottól a jelenlegi járványügyi helyzet miatt. A koronavírus Komárom városában is átírta a közösségi megemlékezések programját. Dr. Molnár Attila polgármester október 23-án délelőtt koszorút helyezett el az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit megidéző emlékműnél, és néma főhajtással tisztelgett a haza szabadságáért küzdő hősök előtt.